Kedves nézőink, párbeszéd. És a párbeszéd, akkor Platt Iván a vendégem. Nyugalmazott címzetes államtitkár, üdvözöllek a stúdióban, szervusz Iván. Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok. Rendszeresen beszélgetek pedagógus szakszervezetek képviselőivel, és többek között ők is azt mondják, hogy a párbeszéd hiányát érzik. És most téged, nem mint a párbeszéd mesterét kérdezlek, hanem mint egy igazi ízig-véri pedagógus embert, aki pedagógusként kezdte a pályafutását, pedagógus családból jött. Tehát, ha valaki, akkor te nagyon ismered ezt a szakmát. Mi okozhatja a párbeszéd? Nem. Ennyire kellene, hogy legyen párbeszéd? Inkább így kérdezem. Köszönöm szépen, valóban örülök neki, mert végül is nem egyházi kérdésekről beszélünk. Természetesen ebben is érintettek az egyházak az oktatásban. Hát természetesen. Ebből adódóan ezt 33 évvel ezelőtt kezdtük el ennek a, úgymond, a szabad iskolaválasztás elvének az érvényesülését a lelkiismeret és vallásszabadságra szóló törvénnyel szinkronba az akkori úgynevezett 85-ös egyes oktatási törvényt, amikor az állam monopól helyzetben volt, hogy ezt a monopól helyzetet hogyan lehet a szabad iskolaválasztás elvével akár több érdekelt számára is biztosítani, hogy részt vegyen. És itt jön be az, amiről eddig még érdekes kevesen beszéltek, hogy a korábbi alkotmány, a jelenlegi alkotmány, illetve alaptörvény kimondja, hogy a tankötelezettséggel együtt járó műveltség alapozása az ingyenes. Tehát állami alkotmányos jogról van szó. Na most, hogyha az államnak van egy ilyen kötelező feladata, akkor sokszor azt mondom, hogy akkor mi a gond? Ha most azt veszem, hogy amikor monopól helyzetben volt az állam 40 évig, több mint 2 millió gyerek volt, rakó gyerek korszakról most beszélve, ma több mint 500 000-rel kevesebb van. Tehát megint csak azt mondom, nem a feladat az csökkent, hiszen rengeteg intézmény megszűnt a kevés gyerek miatt. Ha csak azt mondom, hogy Klebersberg annak idején 5000 iskolát épített, ha az úgynevezett alföldi szortanyák világába vesz, ez mondjuk Kecskemét környékén több mint 15 tanyasi iskola volt, ezek mind megszűntek. Tehát azt jelenti, hogy bizonyos centralizáció sorra kerül természetesen a gyerek létszám miatt, ami nem azt jelentette, hogy szerencsés volt a centralizáció, hanem az, hogy nem lehetett másképpen talán megoldani. Na most, okay. Mi ilyenbe kezdtünk el tanítani valamikor 60 évvel ezelőtt a feleségemmel. Ebből adódóan az azt jelenti, én tudom, hogy mit jelent az, összevont osztályokba sok vagy kevés gyerekkel együtt, mert akkor valóban egyén a folyamatos gyerek és a tanár párbeszédéből adódóan az azt jelenti, hogy még az alma mater és a pedagógus és a volt tanítvány közt a mai napig is megmaradtak a kapcsolataim. Világos. Ez az alapja. Na most... én értem, de ugye oké, tisztáztuk azt, alaptörvény, alkotmány rögzíti ingyenes. 16 éves korig, és ez mindenki számára kötelező. Oké, de most ugye azt mondja az állam, független a kormányoktól, teljesen független, adnék, például okért a bérek rendezésére, de nem tudok. Adnék arra, hogy az iskolák jobban fel legyenek szerelve, jobb ellátásban részesüljenek az iskolák, szigetelés, stb. De nem tudok. És akkor ilyenkor mi van? Ha valaki érdekli az oktatás irányítás, én részt vettem oktatás irányításában is. Ebből adódom, pontosan tudom, a rendszer lehetőségeit a kötelező feladat ellátásának a biztonsága érdekében. Az, hogy milyen minőségben ott megjelenik, de az, hogy ezt én elodázzam, hát nem véletlen, ma jelenleg 5 iskola fenntartó szervezet van. Állam, önkormányzat, volt is, meg részben most is óvodával, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak és az alapítványok. Ha én létrehozom a fenntartók tanácsát, itt jön a párbeszéd, és közösen kialakítjuk,
hogy hogyan nézzen ki ez a kötelező, ki mit vállal ebbe, akkor természetesen azt jelenti, hogy az államnak vannak partnerei. Megint nem pénzkérdése, partnerség kérdése, és a partnerségen keresztül hogyan lehet ennek a biztonságát megvalósítani. Nagy bűn volt, hogy az önkormányzatoktól az iskolákat államosították, akkor már erről mi egyszer beszélgetünk, akkor úgy kellett volna csinálni, hogy azt mondani, hogy mely önkormányzat vállalja az intézmény működésének további finanszírozását, hiszen átengedett adó és saját kivetett adóból nem a béreket, hanem az úgynevezett működés dologi részét tudták biztosítani, zömébe azt tudták biztosítani. Az állam erre létrehozott, elvette az igazgatók funkcióját, az igazgatók munkáltató és gazdálkodások között, tehát az intézmény magára maradt. Az intézményvezetőnek nincs semmi puvárja a felelősségen kívül, hanem egy külső szerv mondja meg, hogy mikor mit csinál, de elsősorban adminisztrációkkal. Engem érdekelt az, hogy a közoktatásra szánt összeg, ami jelenleg a költségvetésben már évek óta benn van, mennyi megy az oktatás nevelés érdekében, és mennyi megy az adminisztráció részére. Van 60 darab tankerületi főigazgatóság. Ha csak mondok egy-egy példát, 60, ez is a közoktatás szánt összeg terhére megy. De itt több tízezer ember dolgozik ám ebbe, de ezek nem pedagógusok, vagy ezek nem az iskolában lévő oktatás-nevelés segítő személyek, és ezeknek a bére több mint 500 ezer forintos átlagbérbe vannak. Most, ha csak mondok, mondjuk Pécsi emberként természetesen érdekelt, hogy Pécset az ottani, úgymond, tankerület hány intézményt lát el, és hány fő irányítja ezt. 70 valamennyi intézmény, és 58 ember dolgozik el. De gondold végig, hogy az intézményeknek a 80%-a létszám más bérfejlesztéssel és minden, és ugyanakkor épületeket kell fenntartani. Nem az iskolát kell fenntartani, hanem a 60 tankerületi. Ezek azt jelenti, hogy mondjuk csak Budapesten van 9 tankerület. Egy-egy tankerülethez tartozik körülbelül 45-50 intézmény. Na de rengeteg ember, 28-30 ember dolgozik egy-egy ilyen központban. De ezek adminisztratív eszközökkel kvázi nem segítik, mert mégis a segítés volna az igazán. Miért mondom neked, hogy a segítés szó nagyon fontos lenne? Nem ellenőrizni kell, nem revizori rendszerbe kell egy intézményt különböző adminisztratív eszközökkel bombázni, fölöslegesen is sokszor, hanem például mondjuk vehetne az egyházaktól. Ma Magyarországon mondjuk a legnagyobb iskola fenntartó egyház a katolikus egyház. A katolikus egyházon belül is az egri egyházmegye, amik 3 közigazgatási megyében érintett, körülbelül 100 intézményt tart fent, nevelési intézményt, de 14 ember irányítja ezt. Uh-huh. Az EKIF, az egyházi közoktatási intézmények főigazgatósága, ez 14 emberből áll. De minden intézménynek megvan az önálló igazgatója és gazdálkodása. Mit mond egy igazgató? Mikor fordul ő az EKIF-hez? Ha mondjuk munkáltató jogköréből adódó pedagógusnak a felvételéhez szükséges, akkor a munkajogász, a EKIV munkajogász odajön és segíti az, hogy az ő munkáját jól végezze el. Ha pénze van szükséges, ez természetesen megvan, mindenki pontosan tudja, hogy mennyivel tud gazdálkodni. Tehát ezért van sokkor azt mondjuk, hogy többet nem kap többet, csak jobban használja fel. Tudik, ha belegondolsz, hogy mondjuk olyan 3200 településből adódóan, ennek körülbelül azt lehet mondani, 15-20%-a van nem államiban. Tehát 80% állami. Ez azt jelenti, hogy ennek a 80%-ot hozzáteszed, hogy ezen intézmények működését kvázi irányító szervezet, ha ezt a pénzt te ráfordítanád az oktatásra,
Az első lépés az kell, amit most hallottam, hogy én is régóta mondogatom ezt már, talán Barkóczi Balázs is éppen itt, vagy van beszélgetésre, ezt mondta, hogy az önkormányzatok, tudnék, ha én összehívom a fenntartók tanácsát, és megkérdezem az önkormányzatoktól, akartok itt ti, melyik önkormányzat akarna iskola fenntartó lenni? De mindjárt megmondom neki, hogy mi az, amiért kérdezlek benneteket. Én vállalom a bért, ti pedig a dologi vállaljátok-e, vagy nem. Na most az a város, amelyik valamikor iskolaváros rangot, biztos vagyok benne, hogy a városoknak a szövetsége, a nagy rész vállalná ezt. Ha a kis települések, vagy van olyan, aki nem, akkor természetesen annyit hozok létre azoknak a segítésére, amennyire a megmaradt intézmények, állami fenntartási intézményeknek a segítésére. Nem elvenni tőlük a jogosítványt, hanem segíteni. Ha csak azt mondom, hogy van 10 pedagógus tanítóképző, tanárképző, 2 megyénként 1-1, az úgynevezett szakmai segítését nem pedagógus intézetekkel kell ellátni, hanem a pedagógus képző intézmények tudják el. Tehát gyakorlatilag szakmai, azért mondom, hogy a maga a rendszerben benne van a megoldás lehetősége. Hát ha csak azt nézem, hogy ennek a tankerületben lévő embereknek több milliárd forintot emész föl a közoktatás szánt összegből. Tehát amikor a parlamentben azt hallja az ember, hogy a GDP ennyi és ennyi százaléka, akkor azt senki nem mondja meg, hogy és abból mennyi az oktatás nevelés segítő, és azt végző, és mennyi az kvázi adminisztratív munkára. Ezeket, ha csak belegondolunk, hogy annak idején én is dolgoztam járási tanács művelés osztályán. 17 település, 20-valahány iskolával, óvodával, stb. Egyetlen egy tanulmányfelügyelő volt, egy osztályvezető volt, és egy gazdasági felügyelő volt. És ezek az intézmények működtek. Itt most nem arról beszélünk, amit te is most az előbb feszegettél, hogy az intézmény rekonstrukció fejlesztése, mert az címzeti céltámogatás rendszerrel az ad hoc kérdés. De itt a folyamatos, tehát az világos, alkotmányos jog megvalósításához a partnerekkel. Na most nagyon érdekes, hogy az 5 fenntartóból egy, amelyik azt kérte magától, hogy szedhessen tandíjat. Tehát az azt jelenti, hogy neki a béren kívül a dolog itt meg tudja az oda jövők, mert azok azért mennek oda. A nemzetiségi önkormányzatok kérik a kiegészítő normatívából adódó, tehát a teljes, a szektorsemleges finanszírozás elvét, természetesen az egyházakat is kérik, és mivel szektorsemleges, ezért az állami önkormányzatival úgy egyenrangúnak kell lenni. Tehát megint nem pénzkérdése, hanem ahogy indítottál, párbeszéd, és a párbeszédből kijön a megoldás lehetősége. Én azért mondom azt, hogy ez múltkor szinte a televízióban néztem, épp a Heti TV egyenesbe közvetítette parlamentbe a úgynevezett hétfői vagy keddi vitákat, és akkor valamelyik képviselő föltette azt, hogy át kellene csoportosítani máshonnan, hogy meglegyen a bérfejlesztése, a jogos bérfejlesztése. Én azt mondom, hogy nem kell átcsoportosítani, meg kell nézni, hogy a rendszerben benne van a megoldás lehetősége. Csak most kellene igazán a partnereket megkeresnie. Van 7 nem úgynevezett önkormányzati szövetség. Abból a legnagyobb a TÖOSZ, a település önkormányzat, 1700 települést. Van a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, és vannak a városi. Egyedül a megyei önkormányzat szövetségének talán nincsen érdekeltsége, de a többinek mind pillanatokon belül meg tudnám mondani, hogy melyik települése vállalna azt. Világos. És erre ráépíthetem a jövőt. Iván, az a helyzet, hogy Párbeszéd, és innen fogjuk folytatni jövő héten. Szerintem ez lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.